Az eredeti mederhez képest az Eger-patak felsővárosi szakasza kissé felduzzadt, ám nem árvízről van szó. Egy hódgát miatt emelkedett meg a vízszint, melyet a területileg illetékes vízügyi igazgatóság lebontásra ítélt, más ehhez hasonló építményekkel egyetemben. Városunkban több környezetvédő is úgy gondolja, hogy ezzel visszafordíthatatlan károk keletkeznek majd. A hódoknak az áldásos tevékenysége az, hogy tulajdonképpen a tájban tartják a vizet. Tehát, hogy itt tartják az Eger-patak felső folyásán a vizet, és nem engedik lefolyni. Itt tulajdonképpen itt egy egyméteres gátról van szó, tehát ennyivel duzzasztották meg a víznek a szintjét visszafelé, ugye a bükk felé. Ezzel jelentős mennyiségű vizet tartanak itt a talajvízben, a klímára vannak jó hatással, arról nem is beszélve, hogy ez a gát, ez több ezer, a gát mögötti csendesebb állóvíz, ez több ezernyi új fajnak fog majd életet adni. Csató Tibor szerint ebben a kérdésben szükség van a szakmai és civil párbeszédre, hiszen a lakosság és a környezetvédők is magyarázatot várnának el a vízügyi hatóságtól. Éppen ezért az Életfa Környezetvédő Szövetség kezdeményezett egy fórumot az érintett szakemberekkel. Az egyesület elnöke elmondta, ha minden jól megy, akkor jövő héten kedden már meg tudják tartani a tárgyalást a civil közösségek házában.